Mióta kerül megrendezésre ez az esemény mezőtúron? Az őszülő elnevezésű programunkat tavaly szerveztük először, és tehát akkor ebből következően idén második alkalommal kerül majd megrendezésre. Tulajdonképpen onnan indult az ötlete a rendezvénynek, hogy az elmúlt években ősszel szeretnünk volna egy olyan rendezvényt szervezni, amely azért a népművészet, népzene köré is szerveződik, majd ez a szegmens ez meg lesz most is a programnak, és az elmúlt években rendeztük a Dömötörnapi Regionális Népdaléneklő versenyt, de azt láttuk, hogy igazából a mezőtúriakat nem annyira nagyon sikerült erre bevonzani. Tehát azokon kívül, akik felléptek és énekeltek, mint népdalénekesek, illetve népdaléneklő csoportok, ők részt vettek a programokban, viszont a mezőtúri lakosság bejöttek, mert ez a Városi Oktatási Centrumban volt korábban megszervezve, de úgy láttuk, hogy nem, tehát mi több azt szerettük volna, hogyha jobban sikerül megszólítanunk a közönséget. Na most az őszülő elnevezésű programmal egy komplexebb, nem csak a népzene és nem csak a népzenei verseny köré épül, illetve szerveződik, hanem úgy gondolom, hogy ezzel tudtunk nyitni a városi lakosság felé, de magát az időpontot azt ugyanúgy szerettük volna, hogyha ősszel lett volna, egy úgymond a Közművelődési és Sport Kft.-nek egy záró programja, egy szabadtéri záró programja. Mert nyilván ugye lesznek még olyan programjaink majd, amelyeket még az év folyamán szervezünk, de a szabadtéri programjaink közül, ami közművelődési, ez az utolsó program. Milyen programok várják az ide látogatókat? Hát nagyon szép színe, úgy gondolom, hogy szép és színes programokkal várjuk majd a hozzánk látogatókat. Tehát 2015. október 11-én délelőtt 10 órakor kezdődnek a programok. A helyszín a Közösségi Ház mögötti sétáló utca, és a programok kezdési időpontja az pedig 10 óra. 10 órától a városunkba látogató testvértelepülések műsorait lehet majd megtekinteni, majd 11 órától mesegála veszi kezdetét. Ezen a mesegálán azok a gyerekek lépnek fel, akik a könyvtári programsorozat alatt a könyvtári mesemondó versenyen is már szerepeltek. Majd ezt követően 12 órától egy gyerekműsor lesz a színpadon, bohóc műsor, 13 órától nóta műsort hallgathatnak meg, Sülyi Károly nótaénekes produkcióját láthatják majd a kedves nézők, 14 órától a mezőtúra, tehát itt azért szerettük volna megőrizni, és ez sikerült is a népzenei vonulatát a rendezvénynek, és a megyéből több településről hívtunk meg dalköröket, népdalköröket, és az ő előadásaikat lehet majd hallgatni 14 órától, ez 2 órás időtartam lesz, 16 órától Soltész Rezső műsora fog következni a színpadon, 17 órától a Bombon zenekar produkcióját lehet majd látni, és 18 óra 30-tól pedig a The Best Company nevű zenekar fog majd játszani. A programok megtekintése ingyenes, és ahogy mondtam is, a Közösségi Ház mögötti sétáló utcán, tehát a tavalyi helyszínen várjuk a látogatókat. Milyen kísérő programok kapcsolódnak a rendezvényhez? Hát a színpadi programokon kívül várjuk a kedves látogatókat légvárral, trambulinnal, szerencsehorgászattal. Hát azért a felnőtteket is várjuk, hát nekik lesz sör, pálinka kóstolás, tehát nyilván ez is fizetős, de még ez fontos, hogy hát tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy kísérő programja a rendezvénynek, a mezőtúri kutyaképzőiskolának lesz majd bemutatója. Hát őket már a kedves látogatóink már május 1-én láthatták, hát akkor lényegesen több kutyus hoztak. Most egy kisebb területen kerül megrendezésre a program, kevesebb lesz a kutyus, de úgy gondolom, hogy a színvonal az biztos, hogy ugyanolyan magas lesz, mint a május 1-i programon, tehát nagyon ügyesek lesznek a kutyusok, és hát gondolom, hogy a gazdik is, akik betanították őket. Ezen kívül lesz még kirakodóvásár, népművészeket hívtunk, hát bízunk benne, hogy minél többen, az előzetes jelzések alapján több mint 20 népművész fog majd érkezni, hát ők különböző termékeket fognak majd árusítani, de én mindenkit biztatok, hogy látogasson el a programra. A főzőversenyre kik jelentkezhetnek?
A főzőversenyt is hirdettünk, úgy, mint az elmúlt évben is. A főzőversenyre megkötés nélkül lehet jelentkezni, baráti, családi, munkahelyi közösségeket, vagy csak simán szólóba kijönni akar, tehát mindenkit várunk főzni. Nevezési díj nincs, megkötés sincs arra vonatkozóan, hogy mit lehet főzni, tehát bármilyen ételt lehet készíteni. Hát ő így a zsűrinek nehéz dolga lesz, az biztos, hiszen azért csak könnyebb összehasonlítani, hogyha szárnyasból, vagy sertésből, vagy... Na mindegy, ezt most nem is megyek ebbe bele, tehát hogyha egyfajta ételt készítenek, akkor az nyilván ott könnyebb a zsűrinek a dolga. Hát ő így több fajta étel lesz, de én azt gondolom, hogy ilyenkor nem is maga a versengés része a lényeges ennek, hanem inkább az, hogy egy olyan szabadtéri programra minél többen kilátogassanak. Utána úgy is jön a tél, aztán ülhetünk otthon bent a lakásba eleget, úgy gondolom a négy fal között. Ez meg még egy jó apropó arra, hogy egy egész napot kint a szabadban eltöltsünk. Tehát a főzőversenyre várunk mindenkit, nincsen nevezési díj, nincsen sem mennyiségi megkötés, sem azt, hogy mit lehet főzni. De zsűri az lesz, és 13 órakor lesz majd az eredményhirdetés. Milyen jövőbeni programok várják még a mezőtúriakat? Hát ő a közösségi ház szervezésében, és itt most egy kicsit kijebb tekintenék, hiszen a Közművelődési és Sport Kft.-nek nem csak kulturális feladatai vannak, tehát nem csak közművelődési feladatokat látunk el. Hát én mindenkit invitálok, hogy jöjjön ki a sportcentrumba, látogassa az ottani programokat is, nem csak nézőként, hanem akár, hogyha erőt, energiát érez magából, meg hát azért, hogyha van egy kis tudása is, még ha az később is alakul ki, de azért van olyan, amit ki lehet próbálni, itt most gondolok például a tekére, vagy a kispályás focira, hát még ameddig még éppen jó idő van, még szabadtéren még lehet teniszezni is, tehát ott is várjuk folyamatosan programokkal a sportolni vágyókat, a sportot szeretőket. A Túri Fazekas Múzeumban kiállításaink vannak folyamatosan. Egy nagyon szép kiállításra most itt fel is hívnám a figyelmet. Október 3-án került sor az országos badárpályázat díjátadó ünnepségére. Ezt 5 évenként rendezi a Túri Fazekas Múzeum, illetve a Közösségi Ház, a pályázat kiírója és főtámogatója az pedig Mezőtúrváros önkormányzata, tehát ez a kiállítás ez október 3 óta látogatható a Túri Fazekas Múzeumban, amely kiállításon az országból beérkezett pályamunkákat tekinthetik meg a kedves látogatók, tehát ott is várjuk a látogatókat, a Városi Galériában is, és természetesen, ugye akkor most megy a Közösségi Ház programjaival is, október 30-án majd a Halloween-nel várjuk majd a látogatókat, tökforagás, jelmezverseny, kézműveskedés, aztán remélhetőleg mozi is, úgy, mint az elmúlt években. Aztán utána pedig már jön az adventi programsorozat, amelynél az adventi vasárnapok programjait, azokat mi szervezzük. Természetesen úgy, hogy más klubok, közösségek, tehát más mezőtúron is működő szervezetek fognak majd részt venni benne, vagy lépnek fel. Emellett pedig úgy gondolom, hogy a városban működő oktatási, nevelési intézmények, civil szervezetek is biztos, hogy egész december folyamán szép színes programokkal várják a látogatókat. Az még lényeges, hogy az adventi programfüzet, amelyet az elmúlt években volt szerencsénk kiadni Mezőtúrváros önkormányzatának támogatásával, azt ebben az évben is ki szeretnénk adni, ki is fogjuk adni, amelyben az imént elmondott résztvevőket és az általuk szervezett programokat csokorba szedjük, és abból a városunk lakossága kedvére válogathat majd. Még azt szeretném elmondani, hogy az őszülő elnevezésű rendezvénynek is a főtámogatója Mezőtúrváros önkormányzata.